Hallottak már az orcsepp és orspré függőségről? A legtöbb esetben a kezelőorvos felhívja a figyelmet, hogy ezeket a készítményeket csak pár napig használhatjuk, de vajon hány nap alatt alakul ki a függőség? Ennek jártunk utána. Gyógyszer, drog, alkohol, bármelyik okozhat függőséget. Százezrek élnek a gyógyszerek rabjaiként Magyarországon, sokan azonban olyan szerektől függenek, amelyre nem is gondolnánk. Ilyen lehet akár az orcsepp is. A stúdióban pedig már Gödény György gyógyszerészt köszöntjük. Hát az az igazság, hogy súlyos megállapításokat tapasztaltunk, tehát az az igazság, hogy nagyon sokan itt több ezeren, több tízezer, sőt százezres számról beszélnek, akik orspré, orcsepp függők. Ez pontosan mit jelent, hogy napi adagot benyomják maguknak? hogy miről beszélünk itt pontosan? Az ilyen pillanatban azért meg kell különböztessünk olcseppeket és olspréket egymástól. Tehát vannak a lohasztó olcseppek, amiket tipikusan ezekben a témákban érintettek. Tehát azokat akkor használjuk, amikor van egy felső légúti akut megbetegedés, és szükség van arra, hogy az ornyáka hátja méretét csökkentsük, hogy a légutakat szabaddá tegyük. A többi olcsepp egyéb gyógyszeres kezelésre való, tehát itt különbséget kell e tenni. De tényleg rá lehet kattanni? Ez úgy működik, hogy amikor az ember bedúl az orr, ugye nálatok is volt, ez nagyon kellemetlen. Tehát nem, nem tudsz aludni a, a étezésben, tehát az evésbe is zavar, hogyha hogy olyan nátha van hogy az ornyák a hátja akkora, hogy egyszerűen nem hát Hát még az alvásban. És, itt és az alvásban nem. nem. És egy betegség időszakában viszont nagyon fontos, hogy eleget pihenjünk, hogy hamar kijöjjünk belőle. Na de egy pont ez jutott eszembe, bocsáss meg, hogy ugye én elmegyek, a, pláne most influenza szezonban, nagyon sokan, szerintem rengeteg olcseppet írnak is föl, vagy a recept nélkül használható készítményeket is megveszik, hazamennek, elkezdik használni. Na de mikortól nevezhető függőnek valaki? Hát ezeket a készítményeket ajánlottan 5 hét 10, maximum két hétig érdemes vagy szabad használni, hogy mindenképpen terápiás hatékonyságban működjenek. Ezt képest ezek a betegek rá, vagy betegek már, talán nem is betegek, Rákattannak erre, és rájön, hogy az alvás csak így működik, és használják folyamatosan. Na, amikor már napközben is többször használják, éjszak és többször használják. Eljuthatunk egy olyan fázisig, hogy naponta elmegy egy, egy egész flakon. Tehát ez az az azt jelenti, hogy bocsánat, hogy indokolatlan esetben is használják. Igen, már. mert van itt egy érdekes mechanizmus, az ornyák a hátja erejét ez ugyebár szűkíti. Aha. Ugyebár a légútak átjárhatóak lesznek, viszont amikor elmúlik a hatása, ez a duzzanat, vagy ez a, ez a folyadék út a szövetek között még nagyobb lehet, tehát az olnyák át jobban beduzzathat. Tehát megint szükség van egy ilyen ördögi kör. De, de nincs ott valami háttér probléma? Tehát mert hogyha alapvetően az lenne, hogyha ugye kimászott ebből a náthás influenzás időszakból, akkor utána visszaáll minden, és már nem kell olcsát. Hát amennyiben oldugulással összefüggő problémáink vannak, de nincs egy akut léguti megbetegedésünk, akkor mindenképpen érdemes szakember elemen, és kizárni olyanokat, hogy orsövényfeldülés, esetleg olpolip, esetleg olmelékűre egy gyulladás, vagy esetleg egy allergiás rinitis. Ha ezeket kizártuk, akkor egyértelmű, hogy egy ilyen hozzászokás problémánk van ez az olcsepphez. Ezt vagy drasztikusan lehet megcsinálni, vagy pedig szakember bevonásával. És ebben van, bocsánat, valami olyasmi, mint nagyon távoli példát hozok, mint a kábítószerfüggőség, vagy a klasszikus gyógyszerfüggőség, hogy, ez már nélkülözhetetlen a napokban? Igen, nélkülözhetetlen. Tehát úgy érzi, hogy megfullad ha nem használja. Aha. Ha pedig szájon kiszáradnak a, a, az összes berendezés belül, és egy diszkomfort érzés. De, ez de ezt valami ha rengetegen teteknek. használják. Hát ez valami megdöbbentő volt a kisfilmben is. Nagyon-nagyon nagyon sokan, nagyon sokan. És ez a populáció az, aki végül is egy olyan populáció, aki csak saját magán érzi a problémát. Tehát orvoshoz nem is kerülnek, mivel recept nélkül kaphatók ezek az olcsöppek, or orsprik, orvérzésig reklámozzák is őket, tehát az emberek azt hiszik, hogy ezt hogy szépen tudjuk használni. Nem mennek el orvoshoz, maguknak használják, tehát gondot nem okoznak, csak a gyógyszertában. De ennek de van, van, Ja, bocsánat, van. Van káros egyébként? Tehát úgy, a, ahogy a gyógyszerfüggőségnek hát, a kármítószerfüggőségnek. Egyrészt, van. hogyha már olyan dózisban használják, ezek a hatóanyagok ugye bár egy érszűkítő folyamattal az egész keringésre adhatnak. Tehát megemelhetik a vérnyomást, növelhetik a számot, tehát egy ilyen keringés problémát okozhatnak azokban a dózisokban, ahol már függők Na, használják. Az a kérdés, ugye, hogy hogyan lehet lejönni erről, ha fogalmazhatunk így a szerről, már mint az olcseppekről, Ha nem tartunk, mi a metódus? Tehát ha nem tartunk egy olyan szinten már, hogy, hogy ha, hanem az elején a folyamatnak, hogy már visszaváltoztathatatlan a dolog, akkor egy drasztikus megvonása. Aha. Én sokszor szoktam ajánlani izotóniás sós olcseppeket, illetve vannak forgalomban ilyen illóolajos párnák. Nem mondom, hogy olyan lesz a szituáció, mintha olcseppet használtak volna, de hogyha eldöntöm, hogy leszokok, akkor lesz egy pár kínos éjszakám, és le tudok jönni róla. Ha a deformitás olyan szintű, hogy az olnyáka átja már irreverzibilisan megnagyobbodott, akkor műtéti eljárásra lehet ezt csökkenteni. és mi van a gyerekekkel? Gyerekek is rá tudnak kattanni? Mert hogy ott van egy szülő, aki okos és bölcs, és azt mondja, hogy eddig kell használni, és utána nem. Amúgy a gyerekek utálják az orcsöppeket az orcsot. Én a mai napig. Tehát az orszívó, porszívó marad maximum. Egyébként ugye van patikád is, amikor, és pláne ugye vidéken, tehát ez is nagyon érdekes, hogy ismered valószínűleg azokat az arcokat, akik bejönnek hozzád, a pácienseidet. Hogy például, ha látod, hogy mondjuk már nem tudom, én múlt héten is vette egy orcsöppet, meg megint akkor ilyenkor szólsz, tehát hogy a gyógyszerész felelőssége az. Igen. Próbál az ember egy ilyen egészségnevelő metódusba beállni, kisebb-nagyobb sikerrel. Tehát van olyan, van olyan kuncsaftunk, aki hosszú-hosszú évek óta hordja, és nem tud mit kezdeni vele mindig, mondjuk szakemberhez kell elmenni, meg kell nézni, nincs a háttérben Azóta nem történt valami olyan elváltozás, hogy fülorgégészt kell hozzá, de hát ez a legkényelmesebb Tehát megoldás. A akkor legvégére akkor lezárásként mondhatjuk azt nyugodtan, hogy ha valaki tényleg csúnyán szóval rá van kattanva az orcsepekre, orsprékre, akkor igenis ott orvos kell, aki, aki segít a leszokásban. Igen, szakértő. Szak szükséges. szükséges. Pontosan. Köszönjük szépen, hogy itt Nagyon szépen köszönjük a segítséget.